Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Mi baj van a világ haladásával? Sok a butaság. Sok a butaság? Mit értesz azon? A dezinformáció. Úgy hoznak emberek döntéseket, hogy nem tudják, hogy valójában, hogy is az igazság. Ja, hogy félre vezetik az embereket? Így gondolod? De hülyének nézik az embereket? Kik nézik hülyének? A hatalom. Főleg a hatalom, nem? A kormány, hatalom. Aha. Hát van ilyen. És ha ebbe az irányba halad tovább a világ, akkor szerinted mi lesz? Megyünk a levesbe. Megyünk a levesbe? Az a helyzet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez így mehet tovább. Tehát így menni fog tovább. Persze, hát hogyha megnézitek, én mindig jókat derülök azon, jókat mosolygok azon, amikor azt mondják, hogy mi lesz, mit tudom én, 20 év múlva, vagy 50 év múlva, vagy 100 év múlva, vagy 1000 év múlva, ilyenekről beszélnek, érted? És akkor így jókat mosolygok, hogy hát annyira tudatlanok ebben kapcsolatban, hogy mi várható, mi lesz. Na most ugye, nézzük meg gyorsan, hogy mivel is foglalkozunk, jó? És akkor utána majd meglátjuk. Tehát mi azt csináljuk, hogy az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és azokat a és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és ember ismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Na most, hát ez valahogy úgy néz ki, hogyha egy embernek vannak mondjuk céljai, de hát ugye manapság az embereknek milyen céljai vannak? Magán céljai, nem? Tehát olyan céljuk, ami saját magukra vonatkozik. Hát max, mit tudom én, jó esetleg a családnak. De aztán, mint elvágták volna, nem? Tehát olyan célok, ami igazából nem sok embert érint. Na most, ezzel kapcsolatban ugye vannak dolgok, magamról egy-két gondolat. Én 87 óta kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek embereket, 91-től van saját szervezésű csapatom, és azóta ugye úgy, hogy saját magam, és tehát gyakorlatilag több tízezer fős csapatom volt összességében. Most is ugye jelentős mennyiségű csapatom van. Akkor több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget az elmúlt sok év során. Tehát ugye elég sokat foglalkoztam emberekkel, engem mindig világéletemben érdekelt, hogy hogy működik az ember, és hogy működik az élet, és mióta ebben kapcsolatban tudáshoz tudok jutni, jelentősen gyarapodott a tudásom, főleg az átlagemberhez képest. Na most mivel ugye embereket vezetek 93 óta, és mivel embereket szervezek 91 óta, és mivel nem keveset szerveztem, ezért én úgy gondolom, hogy az átlagnál sokkal jobban értek az emberekhez és az élet működéséhez. Mert ugye pont olyan ilyen dolgokkal foglalkozom hosszú-hosszú évek óta. Na most, tehát amit tanultam, azt én a gyakorlatba is be tudtam helyezni, sőt ugye nem csak elméleti tudással rendelkezek, hanem
gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkezem, és vannak nekem bizonyos elveim, etikai elvek. Tehát például én figyelek arra, hogy etikusan éljem az életemet, erkölcs, becsület, tisztesség, és arra is figyelek, hogy a csapatomban lévő emberek is erkölcsös, etikus és tisztességes életet éljenek, tehát illetve becsületes, tisztességes életet éljenek, és úgy néz ki, hogy azok az emberek, akik erre nem, akik ezt nem akarják, ugye azok nem is maradnak meg nálunk. Tehát ezt most miért mondom? Ezt azért mondom, mert nálunk nagyon fontos, hogy egy olyan közösség jöjjön létre, amelyen lehet együtt megvalósítani olyan dolgokat, ami nem önös érdek, hanem közösségi érdek, vagy inkább azt mondom, hogy az emberiség érdeke, vagy az egész bolygó érdeke, sőt, talán még ennél is túl lehetne menni. Na most, hogyha miért fontos az, hogy nekünk mi a célunk, nézzük meg. Egyedülállóan itt egy helyen minden megtalálható, ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel, tehát azért csináljuk, le van írva, mindegy, ez most nem, azért csináljuk, hogy az emberek képesekké váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Na most az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, és aki az aranykorba bejut, az mind képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Na most mi lesz azokkal, akik nem képesek erre? Hát azok, úgy, ahogy az imént említette itt valaki, megy a levesbe. Mit jelent az? Nem éli meg az aranykort. Tehát gyakorlatilag nekünk az lenne a feladatunk itt a bolygón, hogy mindenkinek felkínáljuk a tudást. Ez jó részt eltitkolt tudás volt az emberiség életében. Olyan tudás, ami az élethez és az ember működéséhez kapcsolódik, ezt nagy mértékben eltitkolták, hogy az emberek tudatlanok maradjanak, illetve tudatlanokká váljanak, mert akkor sokkal könnyebb őket irányítani, sokkal könnyebb befolyásolni. Egy tudatlan emberre azt csinálnak, amit akarnak, a hatalom természetesen, de nem csak a hatalom, hanem bárki, például egy cég, vagy egy cégvezető, vagy egy vállalkozás vezetője. Gyakorlatilag a tudatlan emberekkel azt kezd, amit akar. Tehát a tudatlan emberekből lehet szolgákat, vagy akár idézőjelben rabszolgákat csinálni. Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál inkább elhiszi azt magáról, hogy ő képtelen az életben boldogulni, és neki állandó vezetésre van szükség, hogy valamire jusson az életében, valami boldoguljon az életében. Na most, hát ha jobban megnézitek, akkor nézzétek meg mondjuk a szüleitek mondjuk mennyire voltak képesek teljesen önálló életet élni. Tehát a teljesen önálló élet az nem az alkalmazotti lét. Tehát az önálló élet az azt jelenti, hogy saját maguk boldogultak, valamilyen saját maguk által létrehozott üzleti vagy vállalkozási formában. Tehát egy saját üzleti vállalkozás, vagy egy saját cég létrehozása, vagy egy saját, mit tudom én, olyan vállalkozás létrehozása, ami az illető nevéhez fűződik, az nyilvánvaló egy kicsit több gógyit igényel, mintha például mondjuk egy személy azt mondja, hogy na én tanultam ezt a szakmát, tessék, itt vagyok, ezen a munkahelyen pont erre a szakmára van igény, tessék, itt vagyok, dolgoztassanak. Na most nem tudom, hogy nektek tanították-e az iskolákban, hogy hogy kell létrehozni egy üzletet, egy vállalkozást, egy saját alapítású céget, tanították-e?
Érdekes ez, ahogy kimaradt az iskolai tanulmányokból, nem? De mivel elmentél szakmát tanulni, ki az, aki tanult valamilyen szakmát? Kezeket? Aki? Gyakorlatilag mindenki. Tehát tanultatok szakmát. Tehát szakmát tanítottak, nem? Na most miért tanítanak szakmát? Azért tanítanak szakmát, hogy te egy szakmába el tudj helyezkedni alkalmazotti létben. Most lehet, hogy te azt mondod, hogy nem igaz, mert a legtöbb vállalkozó az mondjuk olyan szakmában indított vállalkozást, amit tanult, amihez ért. Ez nagy tévedés. Mert a legtöbb vállalkozó, főleg a jól menő vállalkozók, azok olyan szakterületen indítottak vállalkozást, amit nem tanultak. Na most én körbenézem a saját ismeretségi körömben, körbenézem saját magamat megnézve, és csak olyat találok, olyan vállalkozókat, akik nem tanulták iskolában azt a szakmát. Például, mit tudom én, a sógorom az víz, központi vízgáz központi szerelő megtanult, és milyen vállalkozást nyitott? Útépítői vállalkozást. Miközben a kettőnek egymáshoz? Semmi. Akkor én autószerelő szakmát tanultam, és milyen vállalkozásom van? Hálózatépítő vállalkozásom van. Ennyi. Oké? Okay. Na most akkor mit tudom én, bárkit, akit az ismeretségi körömben megnézek, mit tudom én, mondjuk lent vidéken tanulta az egyik unokatestvére mondjuk egy szakmát, most mit csinál? Mezőgazdasággal foglalkozik. Nem is azon a területen tanulta a szakmát, mert heggesztőnek tanult. Heggesztőnek tanult, és most földbirtokos. Nem nagy földbirtokos, mert van vagy mit a 70 hektárjuk, amin gazdálkodnak, de az is valami, tehát nem semmi. Jó, tehát mondom én, nekem nem is talált például az egyik keresztfiam, aki mit tanult? Hát ő még szakmát sem tanult, meg gimnáziumban tanult. Tehát gimnáziumot végzett, és szakmája se lett, és most meg gyakorlatilag ilyen idegenforgalomban dolgozik, vállalkozóként saját üzlettel rendelkező. A idegen forgalom, tehát ami azt jelenti, hogy jönnek külföldről vendégek Magyarországra, ide Budapestre, és ő meg szolgáltatásokat nyújt, mit tudom én, ilyen sörbicikli, meg ilyesmi szolgáltatásokat nyújt, stb. Stb. Szóval mondom, egy se azt csinálja, amit tanult. Egy se. És a legtöbb embernél elérték azt, hogy azt gondolja, hogy ő neki azon a területen kell elhelyezkedni, amit megtanult. Oké, ezt gondolja az emberek 80-valahány százaléka, ezt gondolja. Na most ez nem jó azoknak, akik nem így gondolkodnak, azoknak jó, hogy a többség így gondolkodik, mert ezáltal egy területen nincs túltengés, csak bizonyos üzletekben. Tehát ami azt jelenti, hogy lehet olyan üzleteket csinálni, amit kevesen csinálnak mások. Mert a legtöbb embernek meg őszintén szólva, ezt kell mondanom, hogy nincs annyi esze, hogy létrehozzon egy saját vállalkozást. Nem kell ezen megsértődni, de ez így van. Jó, tehát miért nincs? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Tudod, miért nincs? Azért nincs, mert elég hamar elérték nálad azt, hogy ne legyenek céljaid. Az nem cél, hogy egy ruhát akarsz venni.
az nem cél, hogy azt akarod, hogy legyen fedél a fejed fölött. Az nem cél, hogy azt akarod, hogy ne éhez. Ez nem cél. Ez szükséglet. A szükséglet az nem cél. A szükséglet a simán túlélési ösztön. Tehát az, hogy legyen kaja elég neked, legyen párkapcsolatod, jó legyél a pároddal, akkor mit tudom én, legyen fedél a fejed fölött, tehát legyen saját tulajdonú. Hát a madárnak is saját fészke van, kivétel a kakuk, ugye? De gyakorlatilag, hát persze, hogy az ember törekszik a saját tulajdonú ingatlanra, de semmi baj nincs, de ez nem cél, hanem túlélési ösztön. Értsétek meg, nem cél. Persze az emberekkel elhitetik, hogy ez a cél. Az a cél, hogy degeszre zabálja magát, az a cél, hogy mit tudom én, állandóan pihenjen, a pihenés is túlélési ösztön. Nem cél. Világos ez? Ha nyilván hagyod, dolgozod magad, akkor hamar belehalsz. Ennyi. Hát természetes dolog, hogy az embernek van egy pihenési szükséglete. Tehát ugye az a helyzet, hogy elérték az embereknél, hogy elhitették maguk az emberekkel, hogy a túlélési célok, azok az igazi célok, azok a célok. De az nem cél, az ösztön. Az természetes dolog, hogy szeretnéd, hogy egy legyen elég kaja a hasadban. Természetes dolog, hogy mit tudom én, legyen lakásod. Természetes dolog, hogy ez ki legyen fűtve. Ne fagyoskodj a lakásodba. Tehát vannak természetes dolgok, ami simán túlélés. Hát most ha megfagysz, abba is belehalsz. Nem? Tehát az is egy túlélési dolog. Tehát nem cél, hanem túlélés. Az életben egy túlélés. Tehát embereknél elérték azt, hogy a túlélés legyen a céljuk. Na most, ha egy embernek nincs célja, akkor azt hiszi, hogy van célja azzal, hogy túlélést segítő dolgok a céljaik. Világos ez? De hát nem a túlélést segítő dolgok a célok, hanem az ember azért ember, hogy gondolkodjon. Cél akkor tekinthető célnak, ha az értelmes. És akkor tekinthető célnak, hogyha nem csak téged és a családodat szolgál. Ha téged és a családodat szolgál csak az a cél, az nem cél. Világos? Tehát nagy tévedésben éltek avval kapcsolatban, hogy a túlélési célok, azok nem cél, az túlélés. Hát lényeg az, hogy kicsit át kellene értékelni a dolgokat. Na most van az életben olyan, hogy energia. Tanultuk fizikából. Szerintem mindenki visszaemlékszik arra, fizikai tanulmányai során, ugye általános iskolában létezik olyan, hogy energia. Nem? És olyat is hallottunk, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Így van. Tehát az energia az örök, és megmarad. Na most, ha az ember egy kicsit tanulmányozza az életet, akkor rájön arra, hogy nagyon sok embernek, meg az ember működését is tanulmányozza, akkor rájön arra, hogy nagyon sok embernek nincs elég energiája. Vajon miért? Nagyon egyszerű. Ugye honnan kap az ember energiát? Tehát ez egy tanítás, de csak röviden beszélek róla.
ugye élelmiszerből lehet, eszik az ember, de ha túl sokat fogyasztasz, abból utána mit csinálsz? Elfekszel. Tehát nem annyira előnyös energiaforrás. Ráadásul, hogyha túl sokat eszik az ember, akkor előbb-utóbb dagad. Nem? Szóval nem annyira előnyös energiaforrás. Akkor nagyon sokan más energiaforrást is igénybe vesznek, legfőképpen ezt úgy hívják, hogy energiarablók vagy energiavámpírok, nem tudom, hallottatok-e ilyenekről, az azt jelenti, hogy mástól szívja el az energiát. Tehát, hogyha valaki mástól kap energiát, mert ugye hogy kap az ember energiát? Tehát az energiarablók azok a következőt csinálják, de ennek kétféle formája van, az egyik az energiarablás, a másik meg nem. Tehát az egyik formája, hogy olyan dolgot beszélsz valakinek, amire ő figyel. Az emberek két dologra figyelnek, ha érdekli őket, tehát nyilván ha érdekli őket, két dologra, pozitív dolgokra, vagy negatív dolgokra. Egy rossz állapotú ember, rossz hangulatú ember, az a negatív dolgokra figyel, egy jó hangulatú ember pedig a pozitív dolgokra figyel. Tehát kettő dologról van szó. Ha egy másik emberrel jó dolgokat közölsz, akkor figyelmet kapsz, energiát kapsz, de mivel pozitív dolgokról beszélsz, ezért ő is energiát kap. Tehát, hogyha te úgy kapsz figyelmet valakitől, hogy jó dolgokról beszélsz valakinek, akkor az illetőtől nem elveszed az energiát, hanem neki is több energiája lesz, meg neked is több energiád lesz. Ha nem ezt csinálod, hanem azt csinálod, hogy negatív dolgokról beszélsz valakivel, akkor mivel figyelmet kapsz, neked több energiád lesz, neki viszont kevesebb. Világos ez? Na most ma a társadalomban mi a jellemző? Melyik a kettő közül? A második, nem? Az utóbbi, így van. Tehát az azt jelenti, hogy beszél, negatív dolgokról beszél másnak vagy másoknak, másoktól figyelmet kap, és mivel negatív dolgokról beszél, másoktól elvonja az energiát, és ő beleszáll. Ez az energiavámpírság. Ha egy ember olyan dolgokat mond nekik, ami nem negatív, hanem pozitív, például mondjuk egy tanító tanít embereket, akkor neki is több energiája lesz, meg a közönségnek is több energiája lesz. Nyilván, ha olyan dolgokat tanít, ami érdekli, mert ez a lényeg, mert taníthat valaki, vagy beszélhet valaki jó dolgokról, ha a közönség az az egy személy, vagy az a több személy, nem figyel rá, mert nem érdekli az a dolog. Világos ez? Tehát lényeg az, hogy ez így működik akkor is, ha eddig erről nem tudtál, vagy ha tudtál, vagy nem értesz ebben egyet, az energiát nem érdekli.
ez a téma, hogy te egyet értesz vele, vagy nem értesz vele egyet. Világos ez? Mondhatjuk rá, hogy tesz rá arra, hogy te mit gondolsz ezzel kapcsolatban. Akkor is így működik. És minden embernél így működik. Világos ez? Ebben nincs kivétel. Sok minden olyan dolog van, amiben van kivétel, de az energiákkal kapcsolatos dolgokban nincs kivétel. Akkor nézzük tovább. Ugye az ember kaphat máshonnan, más formából is energiát. Például mondjuk természeti energiát. Tehát a természetbe kimegy, és akkor a természetben fel tud töltődni az ember. Mert a természetnek van energiát. Hát ugyanezt nem tudod megcsinálni a sivatagban. Tehát, hogyha kiírtod a növényeket, akkor nem tudják megtenni azt az emberek, hogy kimennek oda, és feltöltődnek. Mert a növényeken keresztül töltődnek föl. Nem az égből, a növényeken keresztül. Tehát a növények adják át nekik az energiát az embereknek. És ha kiírtják a növényeket, ezért például bemész egy erdőbe, ahol sok növény van, vagy bemész csak egy olyan területre, ahol sok gaz van, nem annyi energiád lesz. Nyilvánvaló nem a gazban lesz több energiát, hanem ott, ahol sok a növény a fák közt. Világos ez? Tehát, ha az emberek kiírtják a fákat, akkor azzal azt érik el, hogy az embereknek, a többi embernek is kevesebb energiája lesz. Mondok neked dolgokat. Régen nem elsősorban városokban laktak az emberek, hanem olyan környezetben, ahol tele volt növénnyel, gyümölcsfák, stb. 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 Ilyen környezetben laktak az emberek. Ezért, ha csak kinézett az ablakon, fákat látott, és már töltődött belőle. Főleg, ha kiment a kertbe, kibattyagott, fel tudott töltödni energiával. Elérték szépen a tudatlan néppel, hogy költözzönök be beton dzsungelbe, vagy tégla dzsungelbe, ahol nincsenek növények, nincsenek fák. Ahol kinéz és nem lát egy szikra fát se. Kimegy a házból, ilyen kis kórok vannak maximum, kis pici lomba. Hogy ne tudjanak az emberek töltekezni. Ha ki akarnak menni a természetbe, üljenek be, vagy tömegközlekedési eszközre üljenek, vagy autóba. Ezáltal gazdagítsák azokat a cégeket, amelyek eladták a tömegközlekedési eszközt, meg működtetik a tömegközlekedési eszközt, meg gazdagítsák ugye azokat, akik eladták az autót, meg eladják az üzemanyagot. De senki nem gondolja át. Az ostobaság határtalan. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy nincs elég energiájuk. Hát már olyan ostobák lettek az emberek, szó szerint, hogy kiirtották a saját telkükön a nagyobb növényeket, tehát a fákat. És akkor tujafát ültetnek helyébe, fenyőfát ültetnek helyébe, meg füvet. De a fenyőfa alá nem tudsz menni sokáig, meg az nem olyan, mint egy lombhullató, érted? Hogy energiát ad. Tujafa alá aztán meg végképp nem tudsz alá menni. T-
Tehát elérték az embereknél, hogy ne legyen a kertjükbe energiaforrás, természeti energiaforrás. Fák. Lombhullató fák. Oké. Hát nem csak a gyümölcsfa, de a gyümölcsfa még legalább hasznot is hoz. Na most, nekem az a dolgom, hogy az emberi hülyeség, az az egyik dolgom, főleg itt az első részben, hogy az emberi hülyeségre felhívjam a figyelmet. Az emberi tudatlanságra felhívjam a figyelmet. Tehát most, ha egy ember nem jut elég energiához, akkor mi lesz vele? Dögleni fog állandóan. Magyarul. Világos ez? Nem tudom szebben fogalmazni, mert ma a magyarok nagy része, vagy a világon, a fejlett civilizációban a nagy része nem célokat valósít meg, hanem döglik. Világos? Miért? Mert nem kapnak energiát. Világos? Miért nem kapnak? Mert amit kapnak, azt másoktól veszik el. Azzal, hogy negatív dolgokkal kommunikálnak velük, és közben rájuk figyelnek. Na most, de ezt úgy hívják, hogy ártó tett. Mert te se szeretnéd, ha veled más ezt tenni. Világos ez? Tehát te se szeretnéd azt, hogy tőled vegyen el valaki energiát egy kommunikáció során. Ezért, ha veled valaki ilyet csinál, úgy hívják, hogy ártó tett. Én tudom azt, hogy amikor előadásokat tartok, főleg itt az első résznél, sok olyat mondok, ami az embereknél talál. Az azt jelenti, hogy ő pont úgy éli az életét, mint ahogy én elmondom. Na most, de mindenkinek van egy egója, és ha valakinek kellően nagy az egója, akkor mit fog csinálni az egó? Tiltakozni fog az ellen, amit a Szedlacsik Miklós mond. Így van. És ezáltal, mivel én megmondom az igazat, ezáltal nem leszek számára szimpatikus. Mert az egója nem engedi, hogy az igazságot magára nézve mástól hallja. És ha mástól hallja az igazságot, akkor az a személy számára nem lesz szimpatikus. Hányszor volt például a párkapcsolatban, hogy a másiknak megmondtad, a párodnak megmondtad az igazat, igazat a szemébe, és akkor nem tetszett neki. Emlékszel ilyenekre? Na hát az emberek így működnek, hogyha valaki megmondja neki ő magáról az igazat, akkor betörik a fejét, így van. Így van. Mondd meg az igazat, és betörik a fejedet. Van egy ilyen magyar mondás. Szóval, de ha te nem tudod meg azt, hogy az életedben mit kéne másként csinálnod, nem tudod meg az igazat magadról, soha nem fogsz megváltozni. Világos ez? Soha. Mert a változás felismeréssel kezdődik. Még akkor is, ha az a felismerés fáj. Ha te neked nem tetszik az, hogy a Miklós állandóan arról beszél, hogy az alkalmazottaknak nem sok sütnivalójuk van, hogy alkalmazottak. Ha ez neked fáj, akkor te tuti alkalmazott vagy.
az hód biztos. Hát de gondold végig. Mondom, nézd meg a te ismerettségi körödbe. Hogy az alkalmazottak, akiket, nem, a vállalkozókat, akit ismersz az ismerettségi körödben. A szakmájában lett vállalkozó? A nagy része nem. Így van. Tehát semmi köze a vállalkozásának ahhoz, hogy ő mit tanult. Akkor mihez van köze? Ahhoz, hogy gondolkodott. Világos ez? Gondolkodott. Járt az agya. És annak alapján létrehozott egy vállalkozást. Saját vállalkozást. Tehát egy olyan helyzetben vannak az emberek, amikor arra várnak, hogy más gondolkodjon helyettük. De hát azért van mindenkinek a saját agya, hogy önmaga gondolkodjon, ne másra várjon. Na most, akkor nézzük tovább, ugye nekünk, tehát ugye én kaptam egy küldetést. Azt, hogy az emberek tudatosságát fejlesszem, az, hogy lelkileg az embereket fejlesszem. Tehát, hogy elinduljanak egy lelki fejlődés útján. Ennek azért kell így lennie, mert ezen a bolygón vagy aranykor lesz, vagy semmi. A semmi az azt jelenti, hogyha kell, megszüntetik a bolygót. És akkor csinálhatnak a bolygóba bunkert, meg akármit, hogy majd túlélik a Földön lévő katasztrófát, csak ez akkor nem a Földön lévő katasztrófa lesz, hanem az egész Földre vonatkozó katasztrófa. Tehát ha valaki nem hiszi, hogy ilyen létezik, akkor szeretném tájékoztatni arról, hogy volt egy bolygó a Mars után, ami most kisbolygó övezet, ami ugyanerre a sorsra jutott, körülbelül földméretű bolygó volt, és élet volt rajta. Ezt a bolygót, ha jól emlékszem, úgy hívták, hogy Marduk. Ha nem hiszed, járj utána, még az egész régi térképeken ott van ez a bolygó. Tehát nem nagyon régi. Régen történt ez az esemény. Tehát nem nagyon régen történt ez az esemény. Tehát nem az elmúlt 200 évben. De most mondok neked, hogyha valaki azt hinné, hogy régen nem készítettek térképet, volt egy olyan a Mohamed szultánnak, Mohamed? Nem. Ki foglalta el Egervárát? Vagy nem Egervárát, Magyarországot? Milyen szultán az a... Szulejmánnak. Szulejmánnak volt egy vezére, akit úgy hívtak, hogy Pirin Pasa. És Pirin Pasának volt egy olyan térképe, amin rajta volt az Antarktisz jég nélkül. Jég nélkül. És ez a térkép fellelhető Törökországban. Tehát ez nem mendemonda, ez egy kiállított térkép. És rajta van az Antarktisz jég nélkül, csak maga a földterület. És bevizsgálták, hogy vajon így van-e a mai technikával, műholdakkal, stb., meg mit tudom én milyen technikákkal, és pont úgy vannak a földek az Antarktiszon, mint ahogy a Pirin Pasa térképén van. És az ugye mikor volt? Az 1400-as években.
Tehát 600 évvel ezelőtt. Tehát hogyha valaki azt gondolja, hogy térképek csak mostanában vannak, óriási tévedésben élnek. Tehát térképek évezredek óta vannak, és a naprendszer bolygónak az ábrázolása évezredek óta van. És régi naprendszeri ábrázolásokban egy bolygóval több volt. A Mars után mi van? Szaturnusz. Jupiter. Jupiter. Na, a Jupiter és a Mars között volt ez a bolygó. A Marduk nevezetű bolygó. És a régi bolygó ábrázolásokon ott van a Marduk. És akkor egyszer csak az a Marduk szétrobbant. Oké? Pedig azt is valakik létrehozták, valamilyen értelmes lények, mert magától nem jönnek létre bolygók. Oké? Tehát ott kezdődik csak a dolog, hogy egyébként minden bolygóban van egy nagyméretű lélek. Tudod mekkora a mi lelkünk? Ilyen picike. Ilyen kis gömb alakú, csak nagyon pici. Tehát ilyen parányi. Most az ilyen bolygókban meg ilyen 2 méter átmérőjű lelkek vannak. Tehát a mi lelkünk ilyen parányi, picike. És tudod miért kell az isteneknek az emberek figyelme? Mert ezzel növelik a lelkük méretét. Minél nagyobb egy lélek, annál nagyobb hatalma van. Bizonyám. Annál több mindenre képes. Bizonyám. És nem erőtérről beszélek, tehát nem auráról beszélek. Az egy más dolog. Az aura. Az egy erőtér gyakorlatilag a lélek körül. De nem arról szól, a lélekről van szó. Tehát lényeg az, hogy fogják, ha nem lesz aranykor, és ezt a bolygót úgy, ahogy van, megszüntetik. Tehát nem úgy, mint eddig, hogy mit tudom én, törlik az akkori emberiséget, azt majd hoznak egy létrehoznak egy újabbat. Nem, nem. A kísérlet lejárt december 2012. december 22-vel. Örüljünk, hogy élünk. Komolyan? Örülj és csóváld a farkadat, hogy élsz. Érted? Mert azért nem csináltak törlést ezen a bolygón, azon nem törölték a bolygót, inkább úgy mondanám, mert sokkal jó ember, és képesek lennénk megcsinálni, és képesek vagyunk is megcsinálni az aranykort. Egy olyan társadalmi formát, ahol nincs elnyomás, nincs háború, nincs békétlenség, nincs viaskodás. Tehát most kevesebb háború van a bolygón, akármilyen hihetetlen, mint bármikor az elmúlt mondjuk 1000 évben. De most tudod, hol dúl a háború? A családok terén. Most a férjek a feleséggel, meg a feleségek a férjel harcolnak. Már nem kell háború. Nézd meg. Régen generálták a háborúkat, mert a családok ki voltak egyezve. A nők a férfiakkal, a férfiak a nők kiegyeztek egymással.
nem háborúztak, a családok összefogtak. Régen ez így működött. Ezért kellettek háborúk, hogy ezt az összefogást zilálják szét. Már nem kellenek háborúk. Már össze tudják ugrasztani a nőket a férfiakat a nőkkel. Elsősorban a nőket a férfiakkal. Bizonyám. Nem fordítva. Mert ha megnézed a párkapcsolatok zömét, nem a férfiak az elégedetlenek a párkapcsolatukkal, hanem a nők. Bizonyám. Miért van a sok családon belül erőszak? Hát miért? Mert a nő nem képes arra, hogy befogja a száját. És addig húzza a férfit, amíg a férfi betakarja. Ilyen egyszerű. És mivel a férfi az erősebb, az esetek 98%-ában, onnantól kezdve, ugye nem gondolja senki komolyan azt, hogy egy férfi a vitában föl tudja venni átlagosan egy nővel a szájcsatát. Ugye ezt nem tudja, nem, persze, hogy nem. Szájcsatában a férfia 90%-ban legalább alul maradnak. És gondolod, hogy egy férfi, aki végigharcolt genetikailag, nem az a férfi, hanem az őse végigharcolt és hozza a harcosságát a férfi, aki végigharcolt évezredeket, az fogja hagyni, hogy legyőzze a felesége a szájával? Hát az a férfi, amelyik hagyja, az nem férfi. Ezért jó esetben fogja, azt elmegy egy másik nőhöz, amely nem szájjal vele. Bizonyám. Nagyon egyszerű a képlet. Nagyon egyszerű. Nem akartam erről beszélni, de te hoztad ki belőlem. És elérték az emberek a nőknél az úgynevezett emancipációval, ugye? Elérték. Feminizmussal indult az egész, ugye? Ahol rá, tehát elhitették a nőkkel ugye azt, hogy nincs egyenjogúság. Persze, én tudom, hogy a bolygó zömében ezen a téren ez jogos is volt, mert nem volt egyenjogúság. Csak nem a magyaroknál. A magyarok, a nőket, a magyar férfiak, a nőket, mióta a világ tiszteli. Tehát a magyaroknál éppen nem kellett volna átvenni ezt a barom szokást, amit átvettek nyugatról. Milyen barom szokást? Tehát nyugatról persze joggal küzdöttek a saját, meg nyugatról, meg délről, meg keletről, mert joggal küzdöttek a nők, mert tényleg el voltak nyomva, tényleg. De itt Magyarországon soha nem voltak elnyomva a nők. Soha. Na most onnantól kezdve szépen átvették a magyarok is ezt a baromságot. Oké? És eljutottunk oda, hogy a nők szájkaratéznak. Na így van. Leszájkaratézzák a férfiakat. Simán. És ez az esetek 90%-ában így van, hogy a nő győz a szájkaratéban. Simán. És akkor mit csinál a férfi? Hát nem, nem biztos, hogy enged, mert fogja, mit tudom én, keres egy olyan nőt, aki nem szájkaratézik vele. Vagy betakarja a párját. Amivel nem értek egyet, nehogy azt higgyétek, mert az erőszak az soha nem megoldás. Nehogy ezt higgyétek, de indulatában ez az egy megoldás tűnik megoldásnak, ami nem megoldás, tudod. Nehogy azt higgyétek, hogy az a jó, hogy így van, nem.
Oké, tehát van egy tanítás ebben kapcsolatban, hogyha egy férfi veri a feleségét, akkor nézz utána a sodrófának a párnája alatt a nőnek. Most idézőjelben. Oké. Tehát ami azt jelenti, hogy nem véletlenül veri a feleségét. Tehát nem véletlenül. Tehát én még nem láttam olyan, nem találkoztam olyan párkapcsolattal, ahol úgy verte volna a feleséget a férfi, hogy a feleség ne szájalt volna egyfolytában vele. Tehát ne lett volna a nő erőszakos. Mondom, én még nem láttam olyan kapcsolatot. Ilyen, ahol a férfi erőszakoskodott a feleséggel. Tehát egyszerűen nem tudta hol a határ, és nem tudta befogni a száját. Ennyi. Ennyi. Na most mondok erre példát. Ha már fölhoztad az alkoholt, ne hozzatok föl témákat, mert úgyis meg tudok mindent válaszolni, jó? Na most, nem tudsz olyan témát fölhozni, amit ne tudnék megválaszolni. Mondok konkrét példát. Nekem ugye tudjátok, hogy nagyon nagy a rokonságom, hiszen 23-an voltunk unokatestvérek, még mindig 18-an vagyunk. És elég sok példát tudok felhozni a rokonságból. És felhozok egy konkrét olyan példát, hogy alkoholista volt az apám is, meg a nagybátyám is. És ha apám ivott, mit csinált vele anyám? Én láttam gyerekkoromban, hogy pici koromban, még óvodás se voltam, és visszaemlékszem rá, akkor elég durva, hogy apám ivott, anyám nem kezelte jól, és utána verekedtek. Oké? Na most, anyám megtanulta azt, nem tudom kitől, nem tudom honnan, de megtanulta azt, hogy apám mikor ivott, akkor babusgatta apámat, szépen lefektette, és onnantól kezdve soha nem volt semmi erőszak. De anyu nővére nem így csinálta, ugye az ő férjével, hanem elkezdett vele pörlekedni, amikor a nagybátyám ivott. Erre mit csinált a nagybátyám? Betakarta, hát megütötte a nagynénémet. És rendszeresen ez volt. Rendszeresen. Tehát amikor a nagybátyám mi volt, nagynéném pörlekedett vele, a nagybátyám meg betakarta. Egyszer pont ott volt anyám. Tehát lenn voltunk Szabolcsba, és mondta a testvérének, a nővérének, hogy figyeld, ha hazajön a Gyula, mert Gyulának hívták a nagybátyámat, hazajön a Gyula, akkor ne azt csináld vele, hogy szájalsz vele, hanem babusgasd őt egy kicsit, fektesd le szépen, beszélj vele szépen, az a lényeg, hogy szépen beszélj vele. És meglátod, nem lesz gond. Na, megfogadta a nagynéném, jött haza a Gyula, még ott volt anyám is, látta ezt az eseményt, szépen ott, szépen beszélt vele a nővére, a felesége, lefektette, stb. Semmi baj nem lett vele. Soha többet nem verekedtek. Soha többet. Mert mindig onnantól kezdve így csinálta a nagynéném. Ilyen egyszerű a példa. Tehát egy részeg emberrel is lehet jól bánni. Most mondok példát, másik példát a részeg emberrel, jó? Elmentünk hárman húsvétkor locsolni, lent Szabolcs megint, három unokatestvér, egy idősök. Plusz még elhívtuk a barátjukat, és akkor négyen mentünk locsolni. És az egyik unokatestvérem, aki egy pár hónappal volt idősebb, mint én,
az, hát ugye ha ember elmegy legénykorba locsolni, hát mit csinálnak vele? Hát tömik piával, tudod? Hát ittunk rendesen. Hát persze, kaja, pia, és neki, és megártott, ugye mindenki érezte, hogy ivott, én is. De ugye a középső unokatestvérem, tehát ugye én voltam három közül a legfiatalabb, a legidősebb volt egy évvel idősebb, ő egy fél évvel idősebb, szóval, és akkor én a legfiatalabb, és ez a középső, ez megint Gyulának hívják, ez is, egyébként annak a Gyulának a fia, akiről az imént beszéltem. És lényeg az, hogy, ivott, és belekötött a legidősebb unokatestvérembe, meg belekötött a, barátba is. Hát ugye az unokatestvérem mit csinált a legidősebb unokatestvérem? Elszaladt. Érted? A másik meg behúzott neki egyet. Tehát az egy nagyobb termető, erősebb ember volt, és behúzott neki egyet. De érdekes módon velem mi nem kötözködött? Belém nem kötött. A másik kettőbe belekötött, belém nem. Mert én nem beszéltem vele úgy, hogy belém kössön, nem tudom, világos-e. Nem beszélt az ego belőle. Nem tudom, de mondom, én belém nem kötött, mert én szépen beszéltem vele, érted? Mert ugye én, ha iszok, mit csinálok? Puszilkodok, meg ölelkezek. Tényleg, világ életem olyan voltam, hogyha én ittam, akkor én puszilkodtam. Így sem fukarkodok ebben a kérdésben, de ha iszok, akkor még inkább. Akkor még inkább ölelkezem, meg még inkább. Tehát még barátságosabb vagyok. És ugye én ittam, és én mindig ilyen voltam, hogy akkor még barátságosabb, és én barátságos voltam az unokatesommal. És nem kötött belém. Jó néven vette. Így van, így van. Tehát azért... Az ego akkora, persze, 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 persze. Szóval, ha az ember jól bánik egy másik emberrel, akkor sok mindent meg tud oldani az életben. Tehát mondok példát. Mit tudom én ismerek olyan kapcsolatokat, hogy mondtam a hölgynek azt, hogy ezt csináld a férjeddel. Tehát, hogy viszonyulj hozzá. Tehát előtte azt mondta, hogy nem bírom már a férjemmel. Én elhagyom. Beszéltem vele 2 órát, 2 órát, azóta nagyon jó megvan a férje. Azt mondta, hogy neki nagyon jó férje van. Ennyit jelent. Az, hogy viszonyulunk egy másik emberhez. Ugye én nekem viszonylag egyszerű a helyzetem, mert előadó vagyok. És én előadóként sokkal szókimondóbb vagyok, mint ha személyesen beszélünk. Mert ha személyesen beszélünk, akkor nehogy azt hitt, hogy így a szemedbe vágom azokat, amik találnak. Nem. Hanem így kérdésekkel körüljárom a dolgot, és te előbb-utóbb rájössz arra, hogy mit kéne az életben másként csinálni. De itt én ezt nem tudom megcsinálni előadásban. Hát ha valakinek az nem szimpatikus, hogy meghallja tőlem azt, hogy ő milyen, hát ez nem az én problémám, hanem az övé. Szóval a lényeg az, hogy olyan dolgokat tanulunk, amit az életben minden területen tudunk hasznosítani. Tehát minden területen. Tehát bármire, bárhova vetődsz az életedben, ha az itt tanult tudást használod, jól jársz. És ugye most már 9 éve
csináljuk főtevékenységben ezt a feladatot. És ugye hát most már vagy 5-6 éve az aranykora célkitűzés, így durván körülbelül, 4-5 éve, mert nem is tudom pontosan, nem írtam föl, hogy mikorta. De lényeg az, hogy az aranykor még egyszer azt jelenteni, hogy az emberek képesek tudatosan működni, képesek szeretetben működni, békében működni, boldogságban, nem állandó konfliktusban. Képesek arra, hogy energiára jussanak, energiához jussanak. Még itt az energiáról egy-két dolog. Ugye nem csak ugye úgy lehet energiához jutni, hogy elraboljuk másoktól, vagy természetből megkapjuk a növényektől, hanem van egy nagyon fontos, a legnagyobb energiaforrás. Ezt úgy hívjuk mi, hogy teremtői energiák. A teremtői energiákat a teremtésre kapjuk. Tehát, ha olyan célt tűzöl ki, amiben benne van az, hogy te hogy eljuss a célhoz, teremtened kell, tehát ott, ahol most vagy, a cél meg ott távol van. És hogy oda juss a célhoz, teremtened kell. Ha ilyen célt hozol létre, akkor juthatsz teremtői energiához. Miért van ez a feltételes mód? Azért van a feltételes mód, mert annál többhöz jutsz, minél nagyobb kört érint az a teremtés, amit te létrehozol. Tehát 8 olyan terület van, amit érinthet a te tevékenységed. Ez a 8 terület a következő: önmagad, a családod, valamilyen közösség, egész a saját fajtájáig az embernek, ide tartozhat egy ország is, de a saját faj az több, mint egy ország mindig. Akkor a negyedik az az emberiség, az ötödik az élőlények, a hatodik az élettelen dolgok a világban, tehát a Földön és a világban, nem csak a Földön, hanem a világban. A hetedik a lelkiség, a szellemiség, tehát lelkiség és szellemiség. A nyolcadik pedig a teremtő és a mi égi uraink. Na most azért hangsúlyozom ki azt, hogy a mi égi uraink, mert teremtők a Földön, vagy istenek, inkább úgy mondanám, a Földön, hát különböző energia szinten lévő társadalmi formákban helyezkednek el, és minél alacsonyabb rezgésű lényekről van szó, annál inkább nem pozitív az energiájuk és a működésük, főleg ránk nézve. Mert a mi, ugye, teremtő uraink, azok magas rezgésű lények, és ahhoz a társadalomhoz vannak kapcsolódva, amit a teremtő hozott létre. Ugyanis a teremtőtől rengeteg lélek elpártolt, de nem azért, mert a teremtő rossz, hanem azért, mert ezeknek a lelkeknek az energiája csökkent. Így van. Tehát nem is az energiája, bocsánat, nem az energiája csökkent, a rezgése, a frekvenciája csökkent.
Tehát a teremtőhöz képest nagyon alacsony rezgésük van, nagyon sok lénynek a világegyetemben, értelmes lénynek a világegyetemben. Na most ezért egyáltalán nem mindegy, mikor ugye szervezünk, és kommunikálnak emberek, és akkor mondják, hogy ó, hát én, ő az a személy, akivel kommunikál egy itteni szervező, ugye a szervező csak az lehet, aki tanuló is egyben, hát ugye elmondja az a jelölt, hogy ő is kommunikál, te ő is kap üzeneteket, meg stb. Valahonnan. És akkor ő úgy ítéli meg, hogy fentről. Legtöbb esetben nem fentről kapják. Tehát kiderül, hogy olyan fajta üzeneteket kap, ami fentről nem kaphat. Tehát fentről nincsenek olyan üzenetek. Fentről csak pozitív üzenetek vannak. Tehát negatív nincsen. Most mondok egy példát, hogy értsétek. Tehát, hogyha valaki... Tehát nézzétek meg, mit csinálunk mi. Tehát ma a bolygón a legfontosabb dolgot csináljuk, mert ha nem lesz ezen a bolygón aranykor, akkor te csinálhatsz bármit, nevelhetsz gyereket, mind megy szemétbe. Érted? Úgy, ahogy van. Bármire törekedhetsz, azon kívül, hogy aranykor legyen, és te nem jutsz be az aranykorba, mind megy a szemétbe. Érted? Bárki bármit mondhat, hogy ó, ő ilyen nemes célt képvisel, ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, az megy a szemétbe. Ezért a bolygón a legfontosabb dolog az aranykor elérése. Az aranykort akkor lehet elérni, hogyha az emberek lelki fejlődésen keresztül jutnak. És ezáltal azok, akik nem úgy látják, hogy az a legfontosabb dolog, hogy létrehozzuk azt a fajta társadalmat a bolygón, amely képes szeretetbe, békébe és boldogságban élni, és ő mégis azt mondja, hogy ő mit tudom én, milyen entitástól kap segítséget, meg információt, az gyakorlatilag nem jó ember. Nem jó ember. Mert ha fentről kap információt az ember, akkor azt mondják, hogy fogj össze. Fejleszd az embereket. Adjál át nekik minden tudást, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Ha nem ezt mondja egy entitás, érted? Akkor aznak nem az a célja, hogy itt aranykor legyen. Hanem az, hogy elrabolja a lelkünket. Az a célja. És így jussanak emberi lélekhez. Ami onnantól kezdve, ha kimegyünk a testünkből, akkor már nem emberi lélekről beszélünk, hanem lélekről. És onnantól kezdve, ha kiléptünk a testből, és lélekformában létezünk, akkor te már lehetsz akár hüllő, vagy kis szürke, vagy nagy szürke, vagy magas szürke, nem nagy szürke, hanem magas szürke. Tehát kis szürke, vagy magas szürke, vagy mit tudom én milyen létforma, amely nem az a létforma, amely ugye, ami a teremtő társadalmi körébe tartozik. Tehát fejlett lények, nálunknál milliószor fejlettebb lények, de nem magas rezgésű lények. Világos ez? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy itt csak
Sátán létezik, meg az Atyaisten, és közte semmi nincs, hát akkor az nem tanulmányozta kellőképpen a földi történelmet, ahol rengeteg száma sincs, hogy mennyi földön kívüli Isten lény ide lejött a földre, és befolyásolta az emberiség életét. Jó vagy rossz irányba? Hát ma százmilliók hiszik azt, hogy a teremtő Istent úgy hívják, hogy Jehova. A Jehova az egy alsóbb rendű. Tehát alsó, hogy is mondjam, alacsony frekvenciájú teremtett lény. Ugyanúgy teremtett lény, mint te. Csak őnek nem lett törölve a tudata. Ezért sokkal előrébb jár a tudásban, mint te. De köze nincs a teremtőhöz, mert nem egy társadalmi formában élnek. Tehát nem a teremtő társadalmában él a Jehova nevezetű Isten. Ugye, hát egy csomó mitológiai Istenről tudsz, mit tudom én, Zeus, Pallas Athéné, nem? Poszeidon, ez a görög mitológia. Akkor mit tudom én, mehetsz az egyiptomi mitológiába, Hórusz, stb. Stb. Most hirtelen nem jutok eszembe nevek. És ezek mind, mind lejött lények, nem emberi lények. A földre lejött lények. Tehát régen itt ilyen föld az átjáróház volt, szó szerint, az isteneknek, jöhettek, mehettek. Már nem így van. A 13. századtól nem így van. Már nem jöhetnek, mehetnek. Már csak engedélye jöhetnek, meg engedélye mehetnek. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nem olyan rég, egy pár évvel ezelőtt volt egy olyan, hogy megfigyelték földi objektumok, de elsősorban ugye a világűrbe kihelyezett megfigyelő állomások, mert ugye ott tisztább a légkör, hát ott ugye nincs is légkör, és lényeg az, hogy milyen, hát a, tudod, ilyen űrállomásokon, mit tudom én, nem is ilyen megfigyelő, tehát ilyen teleszkópok ki vannak rakva, és akkor megfigyelték, hogy jött három objektum a föld felé. Hát pontosan sokáig, tehát hónapokig jött a föld felé a három objektum. Tehát ugye azt állították meg, hogy valami hatalmas méretű három űrhajó. Ez tény, nem hiszed? Nézz utána. Erről konkrétan foglalkoztak a rádióban is. És egyszer csak elterelődött, elment. Tehát irányt változtatott és távozott. Tehát jött, ameddig jöhetett, és amikor azt mondták, hogy na, innentől kezdve nem jöhetsz, nem jött tovább. Érted? Na most egy meteor nem tudja ezt megcsinálni, hogy fogja azt, teljesen más irányt változtat, az jön egyenesen, az kész. És ez három olyan objektum volt, amelyik szabályos alakzatban közlekedett. És mondom, megállapították, hogy ilyen hatalmas méretű űrhajó. Ne, ugye nem tudtak más feltételezni, meg ugye a mérések is ezt mutatták. Na, ezt csak azért mondom, hogyha valaki bármit azt gondol, hogy itt nincs befolyás alatt ez az övezet, és általunk van befolyás alatt, hát akkor nagy mértékben téved. Mit gondoltok, ugye miért nem mehetünk a Holdra? Miért nem megyünk a Holdra? Állítólag mentünk a 60-as évekbe, ugye? Meg a 70-es évek elején állítólag mentünk, és azóta miért nem megyünk? Azóta mennyit fejlődött a technológia?
Miért nem mehetünk? Azt mondom, mert ugye arra hivatkoznak, sok pénzbe kerül. Ez a hivatkozás. Az olyan pénzekre elszórnak annak sokszorosát, hogy hihetetlen. Miért nem mehetünk a Holdra? Hát mert megvan az oka annak, hogy miért nem mehetünk, és nem földi oka van, hanem fenti oka, égi oka. Az azt jelenti, ugye, hogyha jobban megnézzük ezt a kérdést, ha jobban tanulmányozzuk, akkor gyakorlatilag a Hold az nem egy bolygó, hanem egy űrállomás. Ami úgy néz ki, mint egy bolygó. Csak nem bolygó. Mert ha bolygó lenne, akkor pörögne a saját tengelye körül. Mert ugyanis nincs olyan bolygó, amelyik nem pörög a saját tengelye körül. Oké? Okay? Tehát nem létezik olyan bolygó. És az meg gyakorlatilag csak úgy pörög, ahogy körbejár, így van, a saját tengelye körül. Csak úgy pörög. Hát nem úgy, olyan nincs, ilyen bolygó nem létezik. Az űrállomás működik így. Az űrállomás az pont így működik. Beállították az űrállomásokat, és mindig ugyanazt a felét mutatja a Föld felé. Tehát a Föld körül lévő űrállomások nagy részét, amelyiket úgy állították be, pont mindig ugyanúgy nézre a bolygóra. Pont úgy, mint a Hold. Tehát ezt meg lehet csinálni mesterségesen, de úgy, hogy az egy élő bolygó legyen, azt úgy nem lehet megcsinálni. Tehát az élő bolygónak pörögnie kell a saját tengelye körül, mint ahogy a Föld pörög a saját tengelye körül. És megnézed a Vénusz, vagy bármelyik körül, amelyiknek, nem tudom melyiknek van itt a környékünkön, van Holdja, mert ugye még távcsővel simán látszik. Nem. Van olyan, amelyiknek van, nem tudom melyiknek, de simán látni, hogy van Holdja, mert távcsővel lehet látni. És ilyen komolyabb távcsővel, sötét égen nyilván, ott, ahol nincs sok fény. És azok pörögnek, a Holdak. Azok rendesen pörögnek úgy, ahogy kell. De az Hold is. Na, úgyhogy kérdezem én, hogy neked mi a teendőd? Ja igen, cél. Célt úgy tudjuk elérni, jó? Úgy kapunk a célra energiát, hogyha ezt a 8 hajtóerőt, ezt a 8 energiaforrást szolgálja a célunk. Nem az a célunk, hanem a célunk. Tehát, ha neked olyan a célod, hogy ezt a 8 energiaforrást szolgálja, akkor lesz energiát, kapsz elég energiát, teremtői energiát. Minél több energiaforrás szolgál a 8-ból, annál több energiád lesz. Világos ez? Na most, de ez fordítva is igaz. Ha valaki romboló tevékenységre, ártó tettekre akar energiát, akkor az alsó, a sátáni erőktől fog kapni energiát. Tehát, hogyha árt másoknak, árt a bolygónak, stb., akkor onnan kap energiaforrást. Avval csak egy baj, hogy az illető eladja a lelkét. És ha nagyon tudatlanná válik, már pedig ugye a sátáni erők nem fogják hagyni, hogy őt tanuljon, fejlessze magát. Ha nagyon tudatlanná válik, akkor nagyon jó, el fogják rabolni a lelkét, mikor meghal. És lesz belőle gonosz lény. Tehát gonosz lény. Nem emberi gonosz lény, hanem egy olyan gonosz lény, amiben szerintem nem kívánkozná bele. Ha meglátnád, tuti megijednél tőle, az hódzi el. Na most egy olyannál fognak válni az ilyen emberek. Nem az emberek, a lelkük. Na jó, körülbelül ennyi fér bele, így is már túlmentem minden időponton, vagy időn.
Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után szervezetvezető coachképzésünk lesz, a két hónapnak a finisében vagyunk, még ugye a mai van, meg a vasárnapi, aztán lezárjuk a szervezetvezetői coachképzést, és kezdődik az új téma, hiszen 24 nagy témánk van, ami ugye legalább egy, vagy vannak olyanok, ami két vagy három hónapos témák. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, mindenkinek sok sikert, sziasztok!